Gyalogátkelő hely vagy hétköznapi nevén zebra, ezekből épülhet több Pécsen, plusz még gyalogos átvezetők. Ezek finanszírozásáról döntött az augusztus végén rendkívüli közgyűlés a városban. 3 éve áll a projekt, az alpolgármester szerint a különböző engedélyezési tervezési folyamatok húzódtak el. 28 helyen úgynevezett gyalogátkelő hely lesz, 3 helyen gyalogos átkísérő. Ugye sokkal több időt vett igénybe a hatóság engedélyezési folyamat. Ennek a végén vagyunk, most arról döntött a közgyűlés, hogy fedezet biztosít 675 millió forint értékben ezek kivitelezésére, elindul a kivitelezési közbeszerzés, és a kivitelezési közbeszerzés végén végre megvalósul ez a több mint 30 gyalogos átkelőhely. Ugye azt tudni kell, hogy nem maga alapvetően a gyalog zebra megvalósítása a nehézebben, hanem nagyon sok esetben közvilágítási tervezés kell, és a közvilágítási hálózat bővítése ebből egy óriási tételt tesz ki, és maga a közvilágítás tervezés építése egy külön speciális energiahatósági engedéllyel együtt futó folyamat, ez általában plusz bonyolítja. Azonban ez sem indokolja, hogy 28 millió forintba kerüljön egy zebra kialakítása, vélik a jobboldalon. Én őszintén remélem, hogy ez az irgalmatlanul sok összeg, amit most a városvezetés megnevezett, tehát ez a zebránkénti közel 30 millió forintos bekerülési költség, ez a tényleges ajánlatok beérkezésekor, ez azért jóval alacsonyabb lesz. Joggal teszik fel a pécsiek a kérdés, hogy ugyan mi kerülhet 30 millió forintba egy gyalogátkelő helyen. Én is azon a véleményen vagyok, hogy mindennek megvan a reális ára, és én nagyon remélem, hogy a reális ár, a tényleges ajánlat az majd ennél jóval alacsonyabb lesz. A frakcióvezető azt mondja, a zebra kialakítását is hitelből fedezi a baloldali városvezetés. Ezt pedig a pécsiek fizetik majd vissza, ezért nem szabad engedni, hogy túlárazott beruházások valósuljanak meg. Ez annak a 16 milliárdos adósságnak egy szelete, amit a jelenlegi városvezetés Péter Fiatila polgármester akasztott a pécsiek nyakába. Ezzel 2048-ig 25 évre eladósítva a várost, annak minden egyes polgárát. Ez egy nagyon-nagyon súlyos tétel, ezért is kiemelten fontosnak tartom, hogy ebből a hitelből a leghatékonyabban a pécsieket leginkább szolgáló beruházások valósulhassanak meg. Így ennél az esetnél is nagyon-nagyon oda fogunk figyelni arra, hogy ténylegesen milyen áron épülnek meg ezek a gyalog átkelő helyek. Nem azzal van baj, hogy zebrákat akarnak létesíteni, hogy biztonságosabb legyen a gyalogos közlekedés Pécsen, mondja Csizmadia Péter, hanem azzal, hogy tovább növelik a város adósságát indokolatlanul.